kaj se csáta? Igen. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Önök ma délután... Mondd még egyszer. Kultvej, betoldek, tájkosen alpenda ungar se csáta. Igen, így autentikus. Na, autentik. Tehát önök ma délután Kurt Weill Bertolt Brecht Koldus Opera című előadását fogják látni. Vagyis inkább nézni. Mert az, amit majd látni fognak, az egy... Nem, ebben most nem fogok belemenni. Mindegy. Ami lényeges, hogy biztos észre tetszettek venni, hogy az úri ember nem magyarul köszöntötte önöket. Jól tetszettek hallani, tényleg nem magyarul köszöntötte önöket. Ő egy német. Ja! Igen. Ez talán a öltözékén is látszik, olyan német anarchistának van öltöztetve talán, vagy valami ilyesmi. Mindegy, én ezt kaptam, ezt a frakkos balhét. Hát talán a magyar operett hagyományaira való tekintette, vagy ki tudja miért, mindegy is az. Őnek középen láthatólag híres embernek öltözött. Ezt sem tudom miért van, talán ezt szeretik, mindegy. Ami fontos, még a legfontosabbat hadd mondjam el nekik, hogy ami fontos, hogy amit a német kollega mond, azt én fogom önöknek lefordítani, bár nem beszélek németül. Ez van, kérem, én egy szengódi fiú vagyok, aki nem beszél németül. Van ilyen? Okay. Mindegy. Már Sopronban sem beszéltem németül, pedig oda is jártam iskolában, mindegy. De nem is érdekes ez. Ami fontos, hogy amit a német kollega mond, ja, az információkat én próbálom önök közé így szuggesztíve eljuttatni, hogy érezzük meg, tudjuk, okay, miről van szó. Igen, és igazából ja, most fogjuk kezdeni az előadást, csak ezt muszáj volt önökkel megosztani. Danke! Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren! Köszönjük szépen a türelmet, és bár is kezdjük. Danke! Vielen Dank! Ja, mit kell wieder wirken, wie die Orte hier mit der Hörer? Telefonier bitte auf, okay? Auf! Igen, nem tudom, ezt fordítsa meg. Na mindegy. Tetszenek itt ezt látni. Ugye ez nem igazi, ez egy telefon demonstráció. Demonstráció! Szóval vagy ezt a piros telefongom, vagy a no, vagy az ó. És ja, akinek ilyen nincs, akkor a karika alul azzal a vonalra, az lesz az, azt kérjük. Oké, off, bitte. Köszönjük szépen, és már is kezdjük az előadást. Köszönjük. Szerintem ezt értik, de hát jó. Kurt Weill Bertolt Brecht. Hogy tetsz, Bila? Ilyen helyikő se lőve! Három valós! Bocsánat! Pakliba, mert a német kollega keresett volt itt, és nem tudjuk kezdeni. Oké, oké, jobb de a zongorista beszélni németül Grazba szokott járni hatni. Entschuldigung, entschuldigung! A probléma forrását megveszik. Tomajsza! Was ist das hier? Bertolt Brecht! Olyan tökéletesen kitalálta, hogy azt a koldusok megállt.
török először a Móritátot hallják énekelni. Itt fontos megjegyeznem, hogy a Móritát olyan személy, aki véres dalokkal moralizál, de nem énekes, meg is konferanciának fogom írni. Ami fontos, hogy a kollega több szerepet is fog a darabban játszani. Ilyen magyar példával éljet, mint a kecske béka, hun beleugrik, hun meg ki. Igen. Na igen, ezen reméltem, hogy nevetnek, ezért raktam ezt bele, igen. Itten. Aztán itt a példány a kezében, hogy majd előadás közben is még koordinálja az eseményeket, én pedig ott leszek mögötte szuggesztíven, és majd próbálom. Ende, bite! Igen. Tehát önök először a konferenciét hallják énekelni, Mekiszről, a rablóról, a kapitányról, vagyis Bicska Maxiról! Unde helyek nincs, de Maxira! Szárva szája tárva! Én meg az én! Bár irányja fogsorát! Meg is ar, hát ha én massza! Hát a Bicska Maxi rejtve! Hordja kését! Thank you.
nagy részvétet ébreszek az emberekbe. Akad néhány olyan dolog, persze nagyon kevés, ami megindítja őket, csak az a baj, hogy túl sokszor használva őket elveszítik hatásukat. Az embereknek ugyanis van egy szörnyű képességük. Érzéketlenné válnak. Egy ember, ha megpillantja az utcasarkon egyik csonkorkarú, kolduló embertársát, először 10 penit hajlandó neki adni, másodszor csak 5 penit, és ha harmadszor is találkoznak, arcizmos ereszdül. Épp így járunk el a szellemi segédeszközökkel. Messinger, mint az csőzehena! Jobb adni, mint kapni! De mit érnek a legszebb és legszívhez szóló mondások olyan gyorsan elkopnak? Mindig újítanunk kell. A Biblia sokszor húz ki a kátyúból, de vajon meddig bír-e még? Pikokot koprodukciót! Pikok és társa! Pikok! Szintzi, ha mit szerzett a Petrus Front? Önél a koldusok barátja cég. Tentem én el éles ést! Önhöz küldtek. Neve? Zéhe, zéhe, Pikok! Nézze, Pikok úr! És ha befonom, lüke hapt! Engem ifjú koromtól üldöz a bal szerencse. Majd a bottel van a sejverit! Az anyám ivott! Majd a bottel van a smérő! Az apám kártyázott! És most mit van itt? Már gyermekként maga hallgatva szereti anyai kis dolgalmától megszokva, mint mélyebbre süllyedtem a nagyváros mocsarában, soha nem volt részem atyai gondoskodásban. Köszi! Jó! Sem egy nekit otthon, jó téteményeiben. Hallom, mit tergelem löszt? Így állok most ön előtt. Ez jó, de már a trény! Megfosztva minden anyagi javamtól ösztöneim martalékaként. Mint hajóról csak hullámzó tengeren, tehát... Széhe, széhe, Pikok! Nézd, Pikok úr! Mert ki milyen a síkcsomag szület, mint a szülőben tenni a Highland Street! Tegnap kínos kis incidensre került sor a Highland Street-en. Mi is így sérelni, menetje? Ott állok az utca sarkon. Pont in the hand! Kezemben a kalapom. Hajrá lesz a szari! Nem sejtek semmi rosszat. Aha! Szóval te vagy ez a szarjank, akit az embereim elcsíptek. Volt pofád a 10-es körzetben zaklatni a járókelőket? Ha még egyszer odatolod a képedet, elfűrészelünk, megértetted? Minden, Pikok, minden! Kérem, Pikok úr, könyörgöm! Marhat kömen én a sikerülni, Gantz, Blau, esze majd a piac sejben, jön a Sofkart észre! Az emberei kékbe zöldre vettek, aztán kezembe nyomták az ön névjegyét. Ja. És az ön barám, mene csak ki? Ha levenném a jakómat! És mi lány, mene a sáv, és kezél? Tinta halnak nézne. Átkozott orosz munkát végeztek, ha nem lepény halhoz hasonlítasz. Ide jössz! És azt hiszed, hogy az én tüzemnél sütögeteted a pecsenyédet? Mit szólnál te ahhoz? A legszebb pisztrányokat! Kifognák a halastavadból! Halló, halló, hát még akik hall meg előtt is! Halló, halló, Pikok úr, nekem nincs halastavam. Ipar engedélyt! Csak hivatásosok kaphatnak! London, tisztelnek, nem lett rosszik! Aki valamelyikükben űzni akarja a koldus mesterséget, annak ipar engedélyre van szüksége, amit a Jonathan Jeremiah Pikok! Vagyis én állítok ki! Különben mindenki beszállhatna. Minden ösztönmartalék. Szíhe, szíhe, Pikok! Ez a vérigeséget, szóval simán esetkel te is tanál! Nézze, Pikok úr, csak néhány zsiling választal a teljes összeomlástól. És ebben valahogy zsiling imám! Csodára várok 2 zsilinggel a kezemben. 20 zsiling! 20 zsiling! 9 zsiling! 10 zsiling! 50% heti elszámolással, kellékekkel együtt 70%! Ott várom, kellékkel összeom, mert sofkát! Mit érek kellékek? Azt a cég határozza meg! Ott várom, kell is a District Kötben! Melyik lesz a körzetem? Baker Street 2-104-ig! Mit ezért a... Neve? A nám? A nám ez Felsz? Charles Felsz? Charles Felsz! Jól van! Mikokné? Ez itt! Charles Felsz! Numero! 314! Körzete Baker Street! What is that? Mik ezek? Halló, halló! Ez a nyomorúságom a 5 alaptípusa, amely megindítja az emberi szívet. Ha az ember találkozik ezekkel a típusokkal, természetellenes állapotba kerül, azaz hajlandó pénzt adni semmiért. A típus. Ja. Igen. A közlekedés áldozata. Bénasága ellenére mindig élénk, vidám. Gondtalan. Karcsonkkal súlyosbítva. Hogy? B típus. A háború művészetének áldozata. Ja. Igen. Kínosan rángatódzik. Szaklatja a járókelőket. Halló, halló. Undorukból csihol ki hatást. Az undor kitüntetésekkel enyhítve. C típus. A fellendülő gazdaság áldozata. Ja. A szánalmas küpli, avagy a koldulás művészetének magas iskolája. Igen. Ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj néki enni kenyeret, és a szomjúhozik, adj néki inni vizet. Segítsék meg a szegény embert. Részvétet érez? Soha életében nem lesz koldus. Akkor hát D típus. Célja, már megint itt áll? Hogyha valóta légy, talán sóstál észt, ha? És mi lesz a ruháimmal?
a cég tulajdonába mennek át. Egy típus, a fiatal férfi, aki szebb napokat is látott már, avagy aki álmába se gondolta volna. Tessék! Halló, halló! Kevés! Kevés! Halló, halló! Ott van egy emberek, hogy hallgatják sem! Értem, Robert, belasztálja a ruháimat újra, de akkor miért ne adhattám én azokat a szebb napokat látottat? Azért, mert a saját nyomorúságát senkinek sem hiszik el, fiam. Ha azt mondod, hogy fáj a gyomrod, csak viszolygás váltasz ki. Egyéb iránt nem azért vagy itt, hogy kérdezősködj, hanem hogy gyakorolj és kipróbáld ezeket halalányon. Dolly! Oda bent! Tegnap megint itt volt az az ember, aki akkor szokott jönni, amikor én nem vagyok itthon, ha? Jonathan? Nincs nála finomabb gentleman, és a kapitány úr szívből kedveli, ami volt, igaz? Igen, vagyunk. Igen, Jonathan. És hogy csak egy kis sütnivaló van, akkor Paul is nagyon helyesnek találja majd őt. Tényleg csak nem akarod félhezni a lányodat, megőrültél! Te vőlegény! Rögtön a karmai közé kerülnénk! Azt hiszed, a lányod kevesebbet fecsek az ágyban, mint te? Szép kis véleményed van a lányodról! A legesújtóbb, a legesújtóbb! Egy nagy rakás érzékiség, semmi más! Minden esetre ezt nem tőled örökölte! Az én lányom olyan legyen nekem, mint éhezőnek a kenyér! Ezt még a Bibliába is beleírta valaki! Ez az egész házasság úgy, ahogy van egy marhaság! Na majd én kiverem a fejéből ezt a házasságot! Jonathan! Te egyszerűen műveletlen vagy! Műveletlen? Hogy is hívják azt az urat? Célja? Mindenki csak kapitánnak hívja. Hát szóval még a nevét sem kérdeztétek meg. Hát ez érdekes. Csak nem leszünk olyan közönségesek, hogy elkérjük a születési bizonyítványát, amikor olyan előkerül, hogy mindkettőnket megint tinta alhotelbe és steppel velünk. Hova hív meg? A tinta halba egy kis steppáncra. Tinta hal! Kapitán! Az úr eddig még csak glaszékesztyűvel érintette meg a lányomat, és engem is. Glaszékesztyűvel? Mindig kesztyűt visel, méghozzá fehéret, fehér glaszékesztyűt. Fehér glaszékesztyű. Elefántcsont fogantyús bot, kamásli és lakcipő, ellenállhatatlan modor, és egy forradás! A nyakány, hát ismered? Na megmondom én neked, ki ez a glaszékesztyűs úriember! Biszka Maxi! Bicska Maxi, ó Jézus, édes Jézus, légy vendégünk! Háj, soldig a frávigonat, te már ezen a tippet gondolj! Bocsánat, Kopi, azt, hogy kapaték egy szakmai tippet! Tűnye! Poli! Azt a mai már nem szisztem, de vízen, mert ezen a más vízes pressen! Jobb egy szisztém, amint az ember csak össze-vissza beszél! Köszönjük, Pika Plé, köszönjük! Poli! Poli! Mi van Polival? Poli ágya érintetlen! Nem jött haza! Istenem! Istenem! Geh anstatt das Sonne! Az a helyet szól! Thanks.
Itt nyugodtan megünnepelhetjük az esküvőnket. Meg? De hiszen ez itt egy istálló. Ebben az istállóban tartom lakodalmamat Polly Píko kisasszonnyal, aki szerelemből társult hozzám, hogy jövendőbeli életét megossza velem. Ez itt egy egészen közönséges, üres istálló. Igazán nem kérhetheted ide a lelkész urat. Ráadásul nem is a miénk. Hát betöréssel kezdjük új életünket, Max. Hiszen ez mégiscsak életünk legszebb napja. Minden az akaratod szerint történik, majd a berendezés! Jönnek a úr! A Ginger Street 14-ből! Valaki ragaszkodott hozzá! Gratulálok! Határok! Azt rendben kigyulladt egy rendőrőrmester! Gratulálok! Életársok! Megtettünk mindent, amit tudunk tennetek értem, mert a vesztek, de már nem tudtak megmenteni! Gratulálok! Életársok és kontárok! Egy idősebb urat kisségig elmes dekorálunk! Nem hiszem azonban, hogy komolyabb baja esett volna! Gratulálok! Utasításom úgy szólt, hogy a mérótás kerülendő már is rosszul így fog, el, ha rá gondolok! Gratulálok! Sohasem lesztek üzletemberek! Gratulálok! Animálok vagytok, nem üzletemberek! Olyan sok szegény ember emiatt a pártutor miatt! Gratulálok! És hol az asztal? 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 Maxi, nagyon boldogtalan vagyok! Remélem, legalább a lelkész úr nem jön el. Miért ne jön el? Egészen pontosan elmagyaráztad neki, hogyan talál ide. Úgy van. Ja! Felesége magán kívül van. Ja! Miattatok? Gondolkozni? Azt már nem? Hát hányszor ünneplem én a lakodalmamat? Hát ha mondtad, hogy van négyszer volt. Hányszor fordult elő, kérdem én, hogy rátok bíztam valamit. Hol az asztal? Az asztalon! És ti már az első napon boldogtalanná teszitek a feleségemet? Kedves Polly! Mit voltál? Kedves Polly. Mi? Kedves Polly. Kedves Polly? Igen. Igen, kedves Polly! Velegi beverem a fejedet, a kedves Pollyzó szarjankó! Hallottatok már ilyet? Kedves Polly! Talán lefeküdtél vele? Lefeküdtél vele! Hol az asztal? A király és a tájérok még fél órával ezelőtt a Hammerszentszíri hercegnő tulajdonát képezték. És itt vannak még a székek, egyik szék, másik szék, kés villa, itt az asztal, Maxi, gratulál! Megkérhetem az urakat arra, hogy vessék le most kosorongyaikat és hogy tisztességes külsőt öltsenek el végre. Nem akárki üli itt a lakodalmát. Ez még napot halni, Max? Persze. A lakodalmi ebéd is? Persze. Kíváncsi vagyok, mit csinálsz, ha kopognak az ajtón és belép a rendőrfőkapitány. Majd megmutatom. Két kés és 14 villa. Micsoda kudarc! Tanoncok dolgoznak így, nem pedig érett férfiak. Az etikettes váfú? Engedje meg, kapitány, hogy élete legszebb napján, pályafutásának májusi virágzásában akarom mondani,
Engedje meg, kapitány, hogy élete legszebb napján, pályafutásának májusi virágzásában akarom mondani. Az Isten! Engedje meg, kapitány, hogy élete legszebb napján, pályafutásának májusi virágzásában akarom mondani fordulópontján, a legszívből jövő, egyszer, mint a legvisszafordhatatlanabb. Micsoda? Legvisszafordhatatlanabb. De ezt nem értem. Mi ez? Nem fog. Nem fog. Nem fog. Mit mondod? Engedje meg, kapitány! Az Isten volt. Jó, csak ne előre, Mátyás, ne előre. Jó. Engedje meg, kapitány, hogy élete legszebb napján, pályafutásának májusi virágzásában akarom mondani fordulópontján, a legszívből jövőbb, egyszer, mint a legvisszafolythatatlanabb jó kívánságaimnak adjak hangot, stb. Ennyi? Röviden és erősen, kapitány. Azaz, hogy még van. Fel a fejjel, kapitány! Fel a fejjel, kapitány! Köszönöm, Mátyás, ez kedves volt tőletek. Köszönöm! Ez a névből jött! Ez nem a... Annyi szem! Egy szóval, ne lolgass a fejed, derekharcos! Illetve egyebet sem szabad lógatni! Disznó poénjaid a sütőletek itt innének, majd tetszenek. Ami érdekes, Rihel? Nem légy ilyen közönséges! Hát az én az igazi lezőlem! Ti! Retkes Rihel úr! Hát ezen nem én tiltakozom! Hogy nem tiltakozom? Mi nem tiltakozom? Te vádolsz engem disznolkodással? Azt hiszed, Lucy, a rendőrfőkapitány lánya, nem mondta el nekem, hogy mit mondtál neki? Na, hozzá képest, hogy egy gasszékes ki vagyok! Hallok állam a gasszékes! Hallok állam a cseméjét! Mit vagyok a cseméjét? Hol megy ez a cseméjét? Hol megy ez a cseméjét? Rágyarakás kell magad körül látnod a házasság kötésed napján ebből. Okulhatsz, Polly. Egészen kellemes minden. Kedves fiúk! Kedves Polly! Kérdem az unokat! Szétállírok, Hotel Savoy, terveinkből szerepeltek Vödör májpásítom is, csak sajnos Zsibi útközben az egészet befalta, mert neki Lukas a vendője. Lukas a vendője? Finom emberekről nem beszélünk. Lukro, csak is Likro. Ja, nem már hamar van tojást, ja, kamerek. Ilyen szép napon. Tulajdonképpen még vártam volna az evéssel. Szívesebben vettem volna a jelszavatot, nem rögtön. Az lett volna, hogy neki az asztalnak én zabára fel. Hanem ezt valami hangulatos program előzte volna meg. Már mindenek kellene valamelyiket, nekünk valami gyönyörűséges. Gyönyörűséges! Ez egy prima szó, kapitány! Tehát akkor másokat is meglepnek ilyesmivel. Itt mondod? Milyesmivel? Milyesmivel? Ha mindent így találjak ki! Zabáláson kívül felkészülhetetek volna. Valami másra is. Hát igen, ilyen napokon derül ki, hogy az ember számít, ha te a barátaira. Ebből okulat? Hol él? Csodálatosan az ott. Hát igen, ilyen még életében nem zavált. Bicska Lacinál mindig ez van. Meg tetszett fogni az Isten lábát. Mindig mondtam, Bicska Laci a legjobb választás egy olyan hölgy számára, akinek érzéke van a magasabb rendű szférák irány. Utoljára tegnap mondtam ezt a rendőrfőkapitány lányára, Lucy-nek. Nem kellett volna. Lucy? Ki az a Lucy? A Lucy... nem érdekes, egyáltalán nem érdekes. Ki mit akart az előbb mondani a kabede? Lucy, én nem akartam semmit Lucy-vel kapcsolatban, nem akartam semmit sem mondani, cseréljük már. Nem van a kezedben, jó kabedőr. Lucy, kés, kapitány. Talán Bicska? Bicska, Maxi. És mi van a tányérodon? Lucy Pisztrán, kapitány. Új, szóval Bicskával eszed, nem, de a Pisztrángot, jó kabede, ez példátlan. Lesz dolgod elég fúrni, míg az ilyen szarháziokat? És emberiség szintjére neveled. Tudjátok egyáltalán, mit
jelent az, hogy emberiség? Persze! Emberiség! Vagy emberiség! Emberiség! Újra! Negyedet, ahogy semmének érte? Semmit, ami megszépíteni ezt a napot? Ez is ugyanolyan szomorú, szokványos, átkozottú, szaros nap legyen, mint a többi? Na. És örködik-e valaki az ajtó elé? Erről is én mondaskodjam? Maga málik az ajtó elé ezen a napon? Mindig teletömítem magatokat az égköltségekre? Én már megyek is kifelé, ugyan kivetődne ide egy ilyen nap. Jó mit volna, ha egy ilyen napon az egész százalék lebukna. Kapitány! Zsarú a rendőrfőkapitány! Clean Brown! Barom! Hát a Skimbal tiszteletes! Jó estét, tiszteletes! Na gyere, 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 mozgás, mozgás! Hát csak, hogy megtaláltalak benneteket! Kicsi nyabiskol, horrátok öreg! De legalább van bedeletek! Már becsap a villám! Kapitán, ezt a villámba mondjad! A villámba! Oh!
nincs benne lobogás! Uraim, ha más énekszám nincs, akkor hadd próbálkozzam meg én valami csekélységgel. Ne, egy lányt fogok utánozni, akit egyszer egy négykarasos kocsmában láttam a Szohóban. Mosogató lány volt, és tudniuk kell, hogy mindenki kinevette, mire ő megszólította a vendégeket, és olyan dolgokat mondott el nekik, amilyeneket majd mindjárt elénekelek maguknak. Nos, ez itt a kis pult. Átkozottú piszkosnak kell elképzelniük. Mögötte állt a lány, reggeltől estig. Ez itt a mosogatóvödör, és ez itt a rongy, amivel a poharakat mosogatta. Ahol önök ülnek, ott ültek az urak, akik kinevették. Önök is nevethetnek, hogy pontosan ugyanolyan legyen. De ha nem megy, akkor nem muszáj. Még mindig csak mit, 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 mit,